Kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit! Vácskai Általános Iskola Moholy Nagy László Tagintézményének Mikulás műsorán. A műsorra a gyerekek nagyon hosszú ideje készülnek. Küzdelmes volt az út, amíg a ma estéig eljutottunk, mert minden próbán hiányzott valaki, egy vagy több ember. Azért reméljük, hogy ma estére összeállt a műsor. Fogadják olyan nagy szeretettel, vagy fogadjátok olyan nagy szeretettel, ahogy a gyerekek és a felkészítők ezt elkészítették. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Élt Mírában egy szegény ember. Annak volt három lánya a legenda szerint. A három kártában maradt beállítást, azért nem ment férhez, mert nem volt hozomány. A hozomány jókor a pénzösszeg volt akkoriban, amit a férhez menő lány vitt magával a házasságban. Csak hogy ennek a három lánynak egyetlen férje sem volt. A legidősebbik nővér halálmodozást hallott a házon kívülről. Oda szaladt az ablakhoz és kinyitotta. Hát, egy zacskó aranypénzt látott. Ki hagyhatta itt? Tűnődött. És milyen gyorsan elfutott. Semmilyen jel nem maradt utána. Természetesen férhez mehetett a főteremberhez, akit szeretett. Nem sokára a másik két nővér is csinos hozományt kapott. Fogalmuk sem volt róla, ki is lehetett a jó tevői. A szegény ember, amikor harmadszor is meghallotta a motozást, elhatározta, hogy megnesi az ismeretlen adakozót. Meg akarta köszönni neki az ajándékot. De a titkos jótevő eltakarta arcán, és csak ennyit mondott. Egyedül Istennek tartoztok köszönettel. Idáig. Hű, de nehéz.
Kriszti. Nem hallottál-e semmit? De hallottam, ide jön a Mikulás. Ide? Minek jönne? Még hogy ezek itt csupa jó gyerekek. Rövök a valamelem. Még hogy a Mikulás megajándékozta őket. Honnan tudja a Mikulás, hogy ki a jó és ki a rossz gyerek? Na erre varjában kizokában. Van egy rossz névsora, de te is rajta, hogy na kell. Hú, de megijedtem. Nem hallod el? Ijesszük meg ezeket a kis tökéket. Vannak két kramisát. Ha ezeket felveszik, visik. Jaj, Józsefem! Olyan buta vagy, majdnem olyan buta vagy, mint én. Hát ezek itt a Mikulás ajándékai. Aha. Thank you.
szívvel is képbe zárva, itt a világ teremény. Tudom, hogy elrontottam, rémes tettem fár, vajon hogy is volt veled mindegy már. A lelkem rég csak ettől fél, nagyon nehéz, hogy ma ez megtörtént, hát jöjjön szél, és tél és mó. De így is jó, legyen hó, még sose volt hasonló. Legyen hó, olyan lelket mozdító.
Tudjátok, mi gyerekek? A megbocsátás